Música feleségem emlékeztetett arra, hogy van görkocsánk a pincében, és úgy gondoltam, hogy 20 év után mi lenne, hogyha ismét kipróbálnám, és óriási élmény volt. Sokan kérdeztétek, hogy hogy az időmet a karantén idején, és gyakorlatilag így. Az életem 80-90%-a egyáltalán nem változott, itthonról dolgozom, és gyakorlatilag ami nagyon nagy változás, az az itthoni edzés, az edzőtermi edzés helyett, amit hiányolok nagyon, én szeretek edzőteremben edzeni, valamint az, hogy nagyon sokat mozgok napközben, tehát többször sétálok, kimegyek görkorcsolyázni, hogyha arról van szó, úgyhogy gyakorlatilag ennyi. és egyszerű étkezés, 200 g tojásfehérje, 1 egész tojás, 50 g zab, és kb. 200-250 g kínai zöldségkeverék. Ízlés szerint fűszerek, voilà! Well, a nap tartottunk egy feleleket az Instagramon, egyébként, hogyha nem követtek Instagramon, akkor tegyétek meg, ugyanis egyéb tartalmak mellett tartunk mindig hetente, két hetente feleleket is, ahol táplálkozással, edzéssel és az élet egyéb területeivel kapcsolatban kérdezhettek, és videó formájában válaszolok. És ezzel kapcsolatban jutott eszembe az, hogy mi lenne, ha pár pontban összefoglalnám azokat a velős és tömör gondolatokat, amikre az edzés során jöttem rá, és amik nem csak az edzés, és nem csak a táplálkozás, és nem csak a sporton belül voltak rám nagy hatással, hanem az életem többi területeire is kihatottak. Az első ilyen amit megtanultam, az az, hogy mindegy, hogy ki vagy, mindegy, hogy milyen háttérre rendelkezel, mindig van valami, amit ma el tudsz végezni az előrelépés érdekében. Ezért szeretem azt a jó magyar mondást, hogy azzal főzz, ami van. Adott a szituáció, éhezel a sikerre, éhezel az előrelépésre, és egyszerűen felhasználod azokat az eszközöket és azokat az alapanyagokat, amik már most a rendelkezésedre állnak. Aztán a jövőben lehetséges, hogy több alapanyag áll majd a rendelkezésedre, több összetevőből tudsz egy jobb levest főzni, Egyszerűen ez így működik. A célt nem megkérdőjelezve folyamatosan nyitott szemmel kell járni, mert hogyha valaki fejben eldönti, hogy á, nekem ez úgy sem menne, akkor az a személy nem fogja észrevenni a lehetőséget még akkor sem, hogyha szembe jönne vele az utcán. A második pont, amit megtanultam, az az, hogy a motiváció segít, de nem szükséges. Nagyon gyakran kapom meg ezt a kérdést, hogy Valesz, te hogy motiválod magad a mindennapokban, légy szíves, segíts, és a válaszom általában az, hogy nem tudok segíteni, illetve az, hogy nekem sincsen mindig motivációm. Hogyha az étkezésből és a diétából próbálnék meríteni, akkor azt mondanám, hogy a motiváció az olyan, mint a cukor. És a célok, a munka, a folyamatok, ezek gyakorlatilag a vitaminok, ásványanyagok és a makronutriensek. Lehetséges, hogy az étrendünk egésze tartalmaz motivációt, cukrot, viszont ez édes kevés ahhoz, hogy egészségesek legyünk és hogy fejlődjünk. Gyakorlatilag a célok, a munka, a folyamatok ezek visznek előre, nem pedig a motiváció. És pont ezért nem szeretem a motivációs beszédeket, meg a motivációs szónokokat, mert kevés vagy semmilyen praktikus tanácssal nem szolgálnak. Gyakorlatilag, ami történik egy ilyen előadáson, az az, hogy a cukrot leöntik az emberek torkán, és utána, ahogy az életben is, megemeli az inzulinszintet, utána újra éhesek lesznek. Tehát újra motivációs idézeteket, szónokokat keresnek, és újra és újra ismétlődik ez, anélkül, hogy bármilyen pozitív hatással lenne ez az életükre. Az életből vett nagyon egyszerű példa. Hogyha nekem az a célom, hogy megtanuljak hegedülni, akkor én ezt nem kérdőjelezem meg, ugyanis én magam tűztem ki ezt a célt saját magamnak. Engem senki nem kényszerít rá, hogy ezt megtegyem, én tartozom magamnak azzal, hogy ezt hűen beváltom. És hogyha elmegyek egy hegedű tanárhoz, akkor ő képes átadni azt a tudást, ami által én képes leszek hegedülni. De hogyha elmegyek a hegedű tanárhoz, akkor nem az lesz az első lépés, hogy megkérdezem tőle, hogy hogyan vegyem rá magam, hogy megtanuljak hegedülni. Ő ebben nem tud segíteni. Ő rendelkezik a szakmai tudással, és azt ő képes átadni nekem. Hogyha én még azt sem tudom, illetve nem vagyok benne biztos, hogy én akarok-e hegedülni, akkor ő nem tud velem mit kezdeni. A harmadik dolog, amit a sport tanított meg számomra, az a felelősségvállalás. A fitness, a testépítés, a súlyzós edzés az egy individuális sport, ha bár olykor az embernek vannak edzőtársai, mégiscsak azon múlik az eredmény, hogy én mennyi munkát és milyen minőségű munkát fektetek a dologba. Hogyha nem azokat az eredményeket kapom, amiket elvárok, akkor lehetséges, hogy én nem csinálok valamit jól. Lehetséges, hogy több időt és energiát kéne töltenem a diétával, vagy a tanulással, vagy az edzéssel, vagy a különböző edzéstechnikák csiszolásával, és lehetséges, hogy ez az út a siker felé. Viszont itt nagyon fontos, hogy legyen reális képe az embernek. Nagyon sokszor látok olyat, vagy kapok olyan kérdést, amik egyszerűen a valóságtól elrugaszkodottak. Tehát, hogyha valaki mondjuk naturálon két év edzés múltal szeretne egy olyan fizikumot, mint mondjuk Anno Arnold Schwarzeneggernek volt, akkor az nem reális. Viszont nekem az a tapasztalatom, hogy mindenki sokkal többre képes, mint ahogy azt elsőre gondolná, viszont munkába és energiába telik minden siker és minden előrelépés. És ami még talán ehhez a gondolathoz tartozik, az az, hogy amire mutatunk, hogy emiatt nem megy, vagy amiatt nem megy, annak van hatalma az életünk felett. És én biztosra megyek, és ez a mutató új minden esetben saját magamra mutat. Ez azt jelenti, hogy nem a körülményeket hibáztatom, nem az embereket hibáztatom, nem a családi hátteremet hibáztatom, hanem minden esetben saját magamra mutatok. Ez azt jelenti, hogy ha valami nem sikerül, akkor megkérdezem magamtól, hogy lehetséges, hogy nem voltam elég felkészült, Hogyha igen a válasz, akkor meg is van a következő lépés, hogy miben tudok fejlődni. Lehetséges, hogy nem jó helyen voltam, nem jó időben. Hogyha esetleg a körülményeken tudok változtatni a jövőben, akkor ezt megteszem. Tehát ebben a szituációban azt érzem, hogy van ráhatásom az életemre. És ez valóban így is van. Ugyanis, hogyha valaki elkönyveli azt, hogy a környezete miatt, a családi háttere miatt, a nem megfelelő iskolai végzettsége miatt nem ott tart, ahol tart. Ezek, ezek mind olyan dolgok, amiken lehet változtatni. Viszont, hogyha valaki ezt így elkönyveli, akkor már is elvágta magát. A negyedik dolog az az, hogy hagyd magad inspirálódni, de ne hasonlítgass magad másokhoz. Valószínűleg nem fogsz új dolgokat feltalálni az életben, valószínűleg másoktól fogsz tanulni, és nem csak egy embertől, hanem nagyon soktól, és gyakorlatilag a tanácsokat, tippeket, praktikákat, igyekszed majd az élet folyamán összegyúrni úgy, hogy neked tökéletes legyen, és neked tökéletesen passzoljon a céljaidhoz, az életvitelethez. Inspirálódhatsz olyan emberek által, akik sikeresek, vagy elérték azt, amit te is el szeretnél érni, viszont ne kövesd el azt a hibát, hogy velük vagy másokkal hasonlítod össze magad, ugyanis ez keserűséget fog szülni. Két szempontból szülhet keserűséget, az egyik az, amikor te sokkal előrébb indulsz az életben, mint valaki más, vagy egy adott területen sokkal jobbak a képességeid, vagy a tapasztalataid, és gyakorlatilag limitálod magad azzal, hogy olyan emberekhez méred magad, akik hátrébb vannak, úgymond a ranglistán, azon a szakterületen belül, vagy azon a területen belül, ahol versenyzel, vagy összehasonlítod magad. A másik eset pedig az, amikor magadat máshoz hasonlítod, akik sokkal előrébb járnak. Lehetséges, hogy ez az előrébb járás csupán a tapasztalat, tehát lehetséges, hogy nekik van 10 vagy 20 év plusz tapasztalatuk, veled szemben, és ezért van olyan eredményük, vagy ezért érték el azokat a sikereket, amiket te még nem. Ebben az esetben csak bele kell tenned ugyanúgy a munkát, és te is képes leszel elérni azt, viszont lehetséges, hogy te nem feltétlenül úgy szeretnéd elérni a sikert, ahogy ők, vagy nem azokat a sikereket szeretnéd elérni, hanem egy kissé eltérő sikereket. Tehát fontos, hogy te tudd, hogy te mit szeretnél magadnak, nézd azt, hogy x évvel ezelőtt hol tartottál, és hogy most hol tartasz. És hogyha fejlődést tudsz felmutatni, akkor jó úton haladsz. És az ötödik nagyon fontos pont, amit a sport tanított meg nekem, az az, hogy nem számít, hogy mit mondasz, az számít, hogy mit csinálsz. Sokszor a beszéd a cselekvés kárára megy. Ezt láttam már saját életemben is, illetve a környezetemben is, hogy nem az számít, hogy valakinek kisújában van a diéta, vagy az edzés, hanem az, hogy ezt hogy használja fel. Lehetséges, hogy mindent tudsz ezen a két területen, de hogyha nem tartod be a diétát, ha nem emelgeted a súlyokat, akkor nem tudsz eredményeket felmutatni. És ez nem csak a sportra, hanem az élet minden más területére igaz. Nagyon sok olyan embert ismerek, aki nem feltétlenül rendelkezik olyan szakmai képzéssel vagy tudással, mint mások, viszont sokkal sikeresebbek, mint mások, mert sokkal lelkesebbek, sokkal kitartóbbak, és egyszerűen többet használnak fel abból a tudásanyagból, amivel rendelkeznek. Tehát nem az a lényeg, hogy mit tudsz, és hogy mit mondasz, hanem az, hogy mit teszel. Sportársaim, köszönöm, hogy velem voltatok, hogyha tetszett a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, és megosztani másokkal, akiknek jól jöhet, nekem ez óriási segítség, amit előre is köszönök. Jó egészséget kívánok, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!